Gyűlöletből nem lehet országot építeni, hangoztatta Balogh Zoltán a holokauszt áldozatainak magyarországi emléknapja alkalmából szervezett szabadtéri koncerten a Terrorháza Múzeum előtt. Az emberi erőforrások minisztere szerint tarthatatlan, hogy a 21. században keresztényeket gyilkolnak hitükért, zsidókat mészárolnak le a civilizált Európában, és magyarokat zárnak börtönbe Európa peremén származásuk miatt. A holokauszt áldozatainak magyarországi emléknapja alkalmából a Terrorházánál rendezett szabadtéri koncerten Kozma Imre atya a vízkorszakban embereket mentő Báró Apor Vilmos halálának történetét ismertette. A pince bejáratánál ő strázsált éjjel-nappal. A német katonákat és nőket kereső szovjet katonákat is ő fogadta. Nagy pénteken történt. Határozott fellépésére az egyik katona géppuskával végigpásztázta a helyiséget. A püspök urat 3 golyó érte, a harmadik a hasüregbe fúródott, és ez halálosnak bizonyult. A rémületben egyedül az ő szava hatott megnyugtatóan, köszönöm a jó Istennek, hogy ilyen nagy pénteket adott. Schmidt Mária szerint mindig fel kell hívni a legfiatalabb nemzedék figyelmét az embermentő hősök példájára. A Terrorháza Múzeum főigazgatója azt is mondta, miközben gyászoljuk honfitársainkat, ne feledjük el a tettesek nevét sem. Ami tehát most körülöttünk van, önök, az éneklő gyermekek, az, hogy együtt vagyunk, hogy gyászolunk és emlékezünk, az a jó győzelmének egyértelmű bizonyítéka. Ez a jó nem most született, nem is 2000-ben, amikor a Magyar Országgyűlés döntést hozott erről az emléknapról. Ez az ősi jó, melynek jeleit zsidó honfitársaink közül sokan 1944 tavaszán is megtapasztalhatták, amikor a gyilkosok mellett akadtak hősök, embermentők, akik egy még ősibb jó nevében cselekedtek. Gyűlöletből nem lehet országot építeni, hangoztatta Balogh Zoltán. Az emberi erőforrások minisztere szerint tarthatatlan, hogy a 21. században keresztényeket gyilkolnak meg a hitükért, zsidókat mészárolnak le a civilizált Európában, és magyarokat zárnak börtönbe a kontinens peremén a származásuk miatt. A miniszter úgy véli, egész Európában megerősödtek azok a szélsőséges politikai pártok, amelyek faji alapon kínálnak álmegoldásokat, amire nemet kell mondani. Csak azért, mert egy szélsőség, legyen az bal vagy jobb, szalonképesebb arcát akarja mutatni ma, nem létező szalonképesebb arcát, nehogy már elhiggyük, hogy tudnak bármilyen problémára jobb, emberibb, egyáltalán emberi megoldást mutatni vagy találni. Hiszen faji alapú gyűlölködésből csak rossz nem lehet országot építeni sehol, se Budapesten, se Tapolcán, se Észak-Borsodban, sem Baranyában, sehol. Lehet, hogy most báránybőrbe bújt farkasok, de túl gyakran látszanak ki a cukiság alól azok az ordas, szélsőséges, végső soron náci eszmék, amelyekkel semmi közösséget nem vállalhatunk. A koncerttel egybekötött megemlékezésen részt vett mások mellett Danák Péter, a kúria elnöke, Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, és Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége is.